Marika által sikerült édesapámnak a szellemét elengedni, nagyon kötöttem hozzá gyermekként is, és ő is nagyon szeretett engem, mint a fiát, a három testvérem közül, és már 20 éve meghalt, de nekem volt két olyan alkalom, amikor két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, mikor az oktogonnál láttam a villamoson ülni. Én a járdáról néztem, és úgy hirtelen arra figyeltem, hogy ő ott ül. Senki nem szólt, vagy véletlenül nem gondolom, hogy annyira véletlen lehetett, de mikor oda néztem, őt láttam, és még a ruházata is az volt, amit ő szokott hordani, és a haj viselete is, a kis szakálla is, minden apámra utalt, és én úgy láttam, hogy ő volt. És egy másik alkalom, mikor a járdán a gyalogosok között láttam, és már majdnem utána eredtem, hogy kérdezzem meg, hogy mit keres itt, vagy mi van vele itt, vagy hogy került ide egyáltalán ennyi év után. És aztán gondoltam, hogy hát ez csak valami nagyon, nagyon hasonló lehet, és úgy elengedtem, hogy menjen az útjára, de nem akartam, nem volt annyi bátorsága, hogy megszólítson, és úgy elment aztán. Itt is megismerte őt? Biztos, hogy ő volt a biztos, ruhája. Biztos, a magassága is. Hát ahogy a járdán láttam, hogy ment, a magassága is. Ahogy az utolsó éveiben volt, ő úgy láttam, az arcra hasonlíthat más valakire is, de a ruhája is, hogy az inge, az a kis kockás inge, amit nagyon szeretett hordani, hogy pont az volt akkor rajta, mert akár mi lehetett rajta, de okay. Nem gondolom, hogy véletlenül pont az ő ruhái voltak rajta a saját apám. Most már lehet, hogy azt sem állom, mert nem szólítottam meg, hogy nem álltam vele szóba, hogy kérdezze meg, hogy mi van, hogy van vele, de azóta nem történt meg ez a dolog. És most itt voltam a tátos központban, és itt most úgy érzem, hogy ő, úgy elengedtük egymást, hogy ő is elengedett engem, mert mindenkinek a saját útját kell megjárni, és úgy érzem, hogy ha bár kicsit nehéz késem, de azért elvártunk. Köszönöm szépen a áldozónak ezt a lehetőséget, és ezt a pillanatot, hogy egy ilyen változás történhetett az életemben, ő által, és Marika által.